Az épület tulajdonos BM ezúttal nem csak úgy, ahogy kitatarozta belülről az épületet, hanem fényessé, világossá, korszerűvé és komplexé tette azt. Megújultak a nyilászárók, korszerű lett a fűtés. És ami még ennél is talán fontosabb, a szepesék irányította a szekszárdi judósoknak, nekik kellő új padlózatra és új, a legkorszerűbb tatami is került, amire már régóta hiába vártak. Ezek után elhanyagolhatónak számít, hogy négyzetméterben nemhogy nőttek, még egy kicsit csökkentek is, de ez alapvetően, mint mondják, nem változtat a régi helyzeten. 15-20 négyzetméterrel kisebb, de ahogy a képeken is látszik, magáért beszél ez a terem. Ez egy teljesen új, felújított terem, nyilászárok cserélve, álmennyezet cserélve, új festés, maga a szőnyeg alatti részek is, ezek a rugós tatami részek is felújítva vannak, korszerűsítve vannak. Én úgy gondolom, hogy ebbe a terembe igazán lehet munkát végezni. Dávid és klubalapító édesapja, Szepesi József 95-ben vette át, de úgy is mondhatnánk, mentette meg a szekszárdi judót, és edzőkollégák segítségével tucatnyi remek versenyzőt, bajnokot, dobogóst neveltek ki több generációban is. A legutóbbi 2 évvel ezelőtt kifutott Sárec, Ács, Berlinger, Mátics nevekkel fémjelezhető. Nincs megállás az új generációk építésében. Vannak már a serdülőkorhoz közelítő jelöltek, akikkel már nézőink is találkoztak. De a hangsúly most a piramis aljának szélesítésén van. Újonc és kezdőnek számító, rendszeresen edzésre járó kisgyerekek, kislányok száma már most több mint 50. Ezek még csak a cselgáncsra rávezető játékos ügyességi gyakorlatok. A klub ismert női versenyzője, Vaskó Camilla is részt vett az edzésen, segédkezve a bemutatásban mesterének. Én az egyik legnagyobb sikernek azt tartom, hogy a legkisebbek között diák B, diák C korosztályban viszonylag sok versenyzőt tudunk indítani a versenyeken, és még eredménye is párosul. Például a diák B korosztály az Országos Köztársaság Kupa pontversenyét megnyerte, amire legutoljára még a Sárecékféle korosztálynak volt lehetősége. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy jó úton járunk. Ezen belül még ugyanezen a Köztársaság Kupán a női részleget is a Gemenc Judo nyerte, erre még példa nem volt, hogy országos versenyen pont táblázat alapján mi nyerjünk. Befelé és kifelé menet, elhaladva a folyosón, de legfőképpen benézve az öltözőkben, bizony még erősen visszaköszön a múlt, ha úgy tetszik, a szocreál érzés. De nem panaszkodnak a szekszárdi judósok. Hisznek benne, hogy belátható időn belül ezen a fronton is lesz változás. Sárosdi vagy Hilbert őszi remélt országos bajnoki címe tényleg nem ezen fog múlni.